Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tehát az október 2-ai tegnap esti népszavazás érvénytelen lett, hiszen a választásra jogosult választópolgárok 43,9%-a jelent meg, és ebből 40,4%-an szavaztak, százalékuk szavazott érvényesen. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. És mielőtt elkezdünk beszélgetni a részletekről, mutatok egy ábrát a nézőknek, egy országos ábrát méghozzá, hogy nézzük, hogy pontosan mi is történt tegnap este. Tehát, ahogy mondtam, az érvényes szavazatok aránya Magyarországon az 40,4%-os lett, tehát az országos átlag. És itt láthatják a megyénkénti bontásokat. Azt is láthatják, hogy Vas megyében és Győr-Moson-Sopron megyében voltak a legaktívabbak a választók. Ők szavaztak országos megyénkénti bontásban a legtöbben érvényesen. Tehát itt most ezen a térképen az érvényes szavazatokat látják. Tehát a nyugati megye volt a legaktívabb, ami az érvényes szavazatokat illeti. És azt is látják ott az ábra közepén, hogy Budapest, amely 34,74%-os eredményt futott be az érvényes szavazatokat illetően, volt a leggyengébb eredmény, amely azért is furcsa, mert hogy Budapesten szoktak a legaktívabbak lenni választáskor, népszavazáskor az emberek. Ezek tehát az adatok, aztán majd részletesen beszélünk a budapesti adatokról is. Nekem pont ennyi idő kellett, hogy visszaérjek a helyemre a nagy térképünktől, ahol a bontott adatokat látták a megyei szinten, úgyhogy már is kezdjük a beszélgetést a részletekről Gulyás Gergellyel. Mennyibe került ez a kampány, a népszavazási kampány? A népszavazás lebonyolításánál tudok egész pontos összeget mondani, az van be több mint 4 milliárd forint. A reklámköltségeknél pedig már minden összeget hallottam 6-tól 11 milliárd forintig. Nyilván ezek közérdekű adatok, elszámolási kötelezettség van ilyenkor. Na de majd egyszer valamikor megtudjuk, nem, hát tehát ez... hogy ön is csak úgy hallotta, mint én. Na de hát ön a Fidesz alelnöke. Azt gondoltam, hogy ön pontos adatot tud, hogy mennyi közpénzt költöttek a kampányra. De a kormányzati reklámok nem tartoznak az én közvetlen döntési hatáskörömbe. Az érdeklődési körébe se tartoznak? Hát, mint a nagyságrendileg tudjuk, és természetesen nyilván mindig sokat beszélünk az anyagi vonatkozásról egy választásnak, de a kérdés az az, hogy az az ügy, ami miatt a választást tartottuk, az megérte ennyit, akkor független attól, hogy ez 6, 7, 8, 9 vagy 10 milliárd forint, azt tudom mondani, hogy az ügy miatt szerintem megérte. Hát ez legalább hogy... 15 milliárd forint, de én már akkor tegnap 30-at is hallottam az összereklám költést illetően. De maradjunk a 10. Maradjunk a 15 milliárd forintnál, akkor viszont kijelenthetjük, hogy ez minden idők legdrágább, viszont legeredménytelenebb kampánya volt. Nyilván ez már egy politikai vélemény, azt nem. Tudjuk. Kérdőjel azt... volt a végén. Akkor nem fogok meglepetést okozni, hogy én ezt nem osztom ezt a véleményt. Azt, hogy mi mennyire drága, ezt is azért nehéz megbecsülni, mert emlékszem egy hasonló beszélgetésekre az országgyűlési választások után, amikor mindig hihetetlen számokat hallunk, hogy melyik párt valójában mennyit költött, mennyit költhetett volna a törvény szerint. Én azt mondom, hogy mi ezt rendeztük 2010 után, 14-re egy átláthatóbb kampányfinanszírozási rendszerrel, még ha az sem mentes a hibáktól, és lehet, hogy még hozzá is kell nyúlni. De ami az ügy lényegét illeti, az szerintem az, hogy Európának az elmúlt másfél évben, és egyetlen európai uniós tagállamnak sem volt fontosabb belpolitikai kérdése, mint a migráció témaköre. Jó, az, de hogy ebben önök, politika... de várjon, ez egy sokkal nagyobb falat maga az Európai Unió története, jövője benne, a mi jövőnk és a migráció kérdése. De most még maradjunk a nagyon kis földhöz ragadt számoknál, és a tegnapi napnál, meg annak eseményeinél. Tehát összegezhetjük úgy, hogy önök elköltöttek minimum 15 milliárd forint közpénzt egy érvénytelen népszavazásra. Mindenki mindent úgy összegez egy demokráciában, ahogyan szeretne. Én arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy ha már itt éppen összegeket szeretnénk meghatározni, hogy Németországnak az a tavaly érkezett majdnem 1 millió bevándorló menekült, aki 2015-ben összességében érkezett az országba,
az ő integrációjuk 2016 és 20 között a német pénzügyminisztérium előterjesztése szerint 93 milliárd euróba kerül. Ez a teljes, teljes magyar GDP. Igen, önök viszont képest... azt mondták, hogy Magyarországon egy menekültnek az egy évi ellátása az 1,2 millió forintnyi. Nem, ez tényleg. 1,5 millió forint. Ezt mondták. Különböző szociális juttatásoknak az összege, de ennél nagyságrendileg több. Nem tudom, hogy mennyire van értelme a számháborúnak, mert nem csak számok. Ha menekültek ellátása 1,5 millió egy évben, akkor az 1994 menekült, mondjuk eljárásról beszélünk, mindegy, vegyük a számot, 1994 menekültnek, akkor ez a 15 milliárd, az több mint 7 évnyi teljes szociális ellátása. Az a baj, hogy az alapszám nem igaz, azért az ebből levont következtések sem lesznek igazak. Azt sem javaslom, hogy a bizottságnak az adatait fogadjuk el, de ugye a bizottság szóvivőjétől tudjuk, hogy az a kvóta javaslat, ami most az Európai Parlament asztalában, és ami a betelepítési kvótákat, vagy a betelepítési mechanizmust felső korlát nélkülivé tenni, az tartalmaz egy olyan lehetőséget, hogy ha valaki nem kíván befogadni egy rájutó, bevándorlót, migráns menekültet, akkor kell fizetnie 4,5 millió eurót. Tehát, hogyha ebből indulok ki, és a bizottság szóvivője azt is természetesen közölte, hogy ez nem büntetés, hanem ennyi egy embernek az integrációja. Tehát a bizottság számítása szerint 80 millió forintba kerül egy bevándorlónak az integrációja, úgyhogy nagyon hamar, nagyon máshova is eljuthatunk, hiszen akkor pillanat alatt ott tartunk, hogy 1 milliárd forint 10 embernek az integrációja. Én ezért aztán azt szeretném csak esetleg az ön figyelmébe is ajánlani, hogy maga a kérdés az szerintem kellően fontos ahhoz, függetlenül attól, hogy ki milyen politikai következtetés volna az eredményből, hogy ilyen ügyben népszavazást tartsunk, a népszavazásnak pedig van a megrendezésnek költsége, és a reklámoknak is nyilván volt költsége. De soha nem volt ilyen még, hogy gyakorlatilag összeérnek a kormányzati, a Fidesz plakátok az úton. Szóval akkor azt ezeket mondja, a hogy, is ne, folytattuk hogy ne aggódjunk, tehát hogy mindent pontosan meg fogunk tudni, minden számot, minden adatot. Minden közérdekű adat, én úgy tudom, hogy az ezzel kapcsolatos közérdekű adat kéréseket az illetékes minisztérium vagy minisztériumok teljesítették is. A tegnapi napon csinált valaki exit polt? Igen. A Ráz Ágoston vezette Nézőpont intézet. És ön ezt már tudta 7 óra után pár perccel, azért mondta, hogy óriási politikai sikert. Megnéztük, megkaptuk fél órával egyébként előtte az adatokat is, de még meg is néztük 7 órakor a köztelevízión ennek a publikálását, és azt követően tartottunk semmilyen Zsoltal sajtótájékoztatót, és ráadásul még annyi szerencsém is van, hogy amiről ott beszéltünk, az utólag igaznak bizonyult, hogy 3,2 millió nem szavazatról beszéltem, a végeredmény az 3 millió 270 ezer nem szavazat. Nem fél órával, mert mi kezdtünk 7 óra 15 perckor, és akkor már semmilyen Zsolt beszélt, tehát hogy nagyon rövid időn belül tudták. Nem, azt mondom, hogy fél órával, 7 óra előtt én láttam ezeket az adatokat. Mi 7-kor semmilyen Zsoltan még megnéztük ezeknek a publikálását. Értem, a köztérben, és utána. Ez egy elsőkörű győzelem, változatlanul kérdezem, hogy egy érvénytelen népszavazás, melyben valóban 98%-a a megjelent választópolgároknak nemmel szavazott, ahogy azt a kormány is a reklámkampányban és a kommunikációban hirdette és kérte. De ez egy elsőprő siker. Figyelmen kívül lehet hagyni azt, hogy ez egy érvénytelen népszavazás volt? Nem, hát természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen hogyha a népszavazás érvényes lenne, akkor abból jogalkotási kötelezettség keletkezne, így pedig a parlamentnek van szabad döntési joga. Ugyanakkor, és az is nyilvánvaló volt, hogy ha és amennyiben a népszavazás nem lesz érvényes, akkor ez is az érvek között megjelenik majd természetes módon. De ha mi lennénk a másik oldalon is érvelünk, de azért arra mégiscsak hadd hívjam fel a figyelmet, hogy az a szavazatszám, az a támogatás, amelyet a kormányzati álláspont kapott, az egy óriási erejű támogatás. Csak néhány példa volt hasonlóra a rendszerváltozás óta, gyakorlatilag a 3 millió népszavazás, szociális népszavazásnál volt ilyen, illetve a NATO csatlakozásnál. Lényegesen több ez a szavazatszám, mint amit annak idején az EU-s csatlakozás kapott. A 4 igenesnél az egyik kérdésre kb. 100 000-rel több igen szavazat esett, ez volt a vizitdíjas kérdés, és a NATO népszavazás. 4 igenes. Bocsánat, 4 igenesnél, rendszerváltozás óta, mondtam, hogy 1990 óta, a 4 igenesnél természetesen annak a 3 kérdésnek, ami előre eldöntött volt, a támogatottsága magas volt, mert ott 58%-os részvétel mellett 99%-os támogatottsága volt 3 kérdésnek. Egy eldőlt kérdésről. Egynek viszont nem, ami a köztársasági elnök választásról szólt, mert az meg néhány ezer szavazattal volt, csak több az egyik oldal által támogatott szavazatok száma, mint a másik oldali. Jó. Ebből a tegnapi napból és az eredményből akkor alaptörvény módosítás következik,
hiszen ezt a miniszterelnök bejelentette, ma ismét megerősítette a parlamentben. Az alaptörvénymódosításnak a tartalmáról mondjon nekünk valamit. Nem fog tudni semmit mondani, viszont hogyha értelem, az nem igaz, hogy semmit nem fog tudni mondani, nyilván abból kell kiindulni, legalább az, ami a kérdésben szerepel, az arra adott válasznak megfelelő formában szerepeljen az alaptörvényben is. De hogyha egy mondatot még a számokkal kapcsolatosan megenged, nyilván sokan sokféleképpen fogják értelmezni a számokat, de azért azt érdemes figyelembe venni, hogy ez a szavazatszám több mint 100 000, majdnem 120 000 szavazattal több, mint amit a Fidesz és a Jobbik az előző választáson kapott, miközben a részvétel az 16-17%-kal elmaradt attól, ha meg az érvényes szavazókat nézem, akkor majdnem 20-szal. Hát mozgósították a saját híveiket, minimum 15 milliárdos. A mozgósítás nem nincs jelentősége, mert ebben a 15 milliárdban, ami, ha jól tudom, akkor a felső határa becsléseknek, benne van a népszavazás megrendezésének költsége is, de mindegy. Tehát azért azt nem lehet figyelmen kívül drága hagyni, hogy egy olyan... volt ez. Én szerintem ez lényegesen olcsóbb, mint hogyha ide migránsok, bevándorlók ezrei érkeznének, de az Európai Bizottság alatt is ezt mutatják. De ez a kérdés nem arról szólt, hogy ide érkeznek, vagy nem érkeznek migránsok. Bocsánat, ez a kérdés arról szólt, hogy a kormánynak legyen egy olyan felhatalmazása, amely ezt a... Honnan? A kormánynak van egy kormányfője. A Igen. kormányfő az, amely a kormány és az ország nevében tárgyal az Igen. unió illetékes szerveivel. A felhatalmazást azt megkapta a választáskor a választópolgárok. Én nem akarom megfordítani a szerepeket, és én eltetszett volna, ez a maximálisan egyet is értek, csak a helyzet az, hogy egy kötelező kvótadöntés az már volt korábban. És ott mindez a felhatalmazás a magyar miniszterelnöknek rendelkezésére állt, élt is az állam és kormányfői. Élt is az állam és kormányfői tanácsban a vétójogával, de nem is egyedül, mert a szlovák miniszterelnök is elemezte. Ezt követően pedig egy együttdöntési eljárásban az Európai Unió megkerülte az állam és kormányfők tanácsát. Tehát magyarul az a felhatalmazás, ami ilyen formában természetesen fennáll, az nem volt elegendő. Én úgy gondolom, Magyarország számára ez a lehető legjobb üzlet volt, hogyha sikerül elkerülni ezzel a felhatalmazással azt, hogy kötelező kvótákat fogadjon el az Európai Unió, amelyeknek nincs felső határa, és amelyek Magyarországra is érvényesek. Tehát akkor az alaptörvény módosításának a tartalmáról önnek nincs felhatalmazása, vagy bármit is mondani, vagy nem tud semmit róla? Azt tudom csak pillanatnyilag mondani, nincs döntés konkrétan a szövegről. Nyilván arról van döntés, hogy legalább azt tartalmaznia kell a javaslatnak, amiről a választópolgárok állást foglaltak. Tehát akkor gyakorlatilag a tegnapi népszavazás eredményeként módosítják az alaptörvényt. Nem, a népszavazás eredménye miután nem volt érvényes, Igen? ezért nem ró jogi kötelezettséget az országgyűlésre, hanem a szabad mérlegelés lehetőségét hagyja meg. Ettől de még önök politikai... úgy mérlegeltek, hogy alaptörvényt módosítanak. Mi úgy mérlegelünk, és lehet, bár ugyan 2006 után hosszú vitákat folytattunk a jogi és a politikai legitimáció közötti különbségről, és szerintem akkor mindenki a kettő közötti éles különbséget azt megjegyezte, és azóta talán nem kell ezeket megismételni. Ilyen értelemben mondjuk az, hogy politikailag nem lehet a rendezvény, vagy nem lehet a népszavazás meg nem történtnek tekinteni. Nem a politikai történt. Érvényesség az nem jogi kategória, vagy a politikai hatás az nem jogi kategória. Rendben van, csak... Elég erős összefogás van mögött a vélemény mögött ahhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt egyszer és mindenkorra rögzítsük. Ráadásul itt azért még számtalan kérdés fog napirendre kerülni, ami a magyar alaptörvény viszonya egyáltalán az alkotmányos identitás kérdése és a közösségi hatáskörök a kérdése, ja. ezek a következő évek legfontosabb vitái lesznek. Akkor önök minimum nem bontották ki az igazság minden részletét, mert hogy, és ezt ön mindenkinél talán jobban tudja, hiszen az alaptörvény előkészítésével oly sokat foglalkozott. Tehát az alaptörvény szerint az alaptörvény módosítására irányuló témájú tartalmú népszavazást nem lehet kiírni. Ennek a népszavazásnak viszont mégis alaptörvény módosítás lesz a következménye. Ha ilyen szempontból nézett, visszafele nézzük a történetet, hogy mégis lesz alaptörvény módosítás, akkor ez egy abszolút alaptörvény ellenes népszavazás volt, nem? Mégiscsak egy szakma az, hogy egy népszavazásnak van olyan következménye, hogy maga a törvényhozó úgy teszeleget egy népszavazáson megnyilvánuló többségi akaratnak, a jogalkotási kötelezettségének, hogy nem törvényt alkot, hanem az alkotmányt módosítja, ez diszkrecionális jogköre, szabad döntése az országgyűlésnek. Lehet módosítani a kövevésett alkotmányt, azt tudjuk, de ugye de nem, ezt önök nem ez volt a kérdés, el, tehát mindketten értjük a különbséget a között, hogy egy létező alkotmányos rendelkezést akarok hatályon kívül helyezni, vagy az, hogy jogalkotási világos, kötelezettségemnek, vagy lehetőségemnek.
ennek úgy teszek eleget, hogy valamit az alkotmányba fogom. De önök ezt tudták előre, hiszen a miniszterelnök is már a népszavazás megelőző napokban azt mondta, hogy lesz közjogi következménye, akkor minek kellett egy ilyen drága népszavazás? A közjogi következmény is fontos, de természetesen önmagában az alkotmánymódosítás egyáltalán nem indokolt volna a népszavazást. De ez az egész, hogyha önök meg akarták változtatni az alkotmányt, Az alkotmányt megváltoztatása nem ebből a szempontból fontos. A népszavazás lényege az volt, hogy el tudjuk kerülni a felső korlát nélküli kötelező kvóták bevezetését. De népszavazás nélkül sem tudták. De van egy döntés. Tehát azért, egy érvénytelen népszavazás van az önök kezében. De az érvénytelen népszavazás, tehát Brüsszelben politikai döntéshozatal zajlik, aminek aztán van természetesen egy jogi hatása. Ebben a politikai döntéshozatalban az, hogy Magyarország egyébként eddig legalábbis egyedüliként az Európai Unió tagállamai közül egy demokratikus megoldást ajánlott. Ilyen értelemben példát mutatott, ezt a lehetőséget felvetette. A magyar választópolgároknak van egy egyértelmű véleménye, akkor is, hogyha jogilag a népszavazás nem érte az 50%-os érvénytelen. Vihették volna Mráz Ágoston Sámuelék bármelyik havi felmérését, hogy mennyi a Fidesz azért, támogatóinak a száma, ők úgyis nem lesz. Ez egy veszélyes logika, mert ezen az alapon akkor választást sem kell tartani. Önöknek van ennyi. Támogatójuk itt a politikai felhatalmazás, kérjük szépen. Ez a logika, hogy egyszer mondom, oda vezet, mintha nem lenne legitimációs különbség egy közvéleménykutatás között és egy választás között, mind a ketten tudjuk, hogy komoly különbség van. Csak az egyik nagyon drága. De hát az igazán drága az az, hogyha a felső határ nélkül telepítenek be ide Európába ellenőrizetlenül érkezett bevándorlókat. Mikor tudjuk meg, hogy mi lesz a alaptörvénymódosítás? Héten. Tartalma héten? Igen. Megvárjuk, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.